Köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék meg ma esti műsor kínálatunkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetője, akivel értékeljük az elmúlt év történéseit a járási hivatalban. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető asszonya, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, hogy foglaljuk össze a tavalyi év legfontosabb történéseit, eseményeit, eredményeit a járási hivatal életében. Miről tud nekünk beszámolni? Köszönöm szépen a lehetőséget. Hisz nem oly rég, a múlt héten történt az esemény, hogy mi járási hivatal szinten is összefoglaltuk, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes értekezlet volt 3 órán hosszán keresztül az osztályvezetőkkel. Bemutattuk, hogy mit tettünk az előző évben, 2015-ben. Ugye az apparátus tagjai jelen voltak, hát nem teljes százalékban, hisz ügyfélfogadást mellette biztosítani kellett, és nagyon-nagyon értékes információkat osztottak meg a kollégák a többiekkel. Itt láthattuk azt, hogy milyen személyi változások a tárgyi feltételekben, mi módosult és a tevékenységünkben mit értünk el. Én nagyon-nagyon nagy büszkeséggel hallgattam végig, és vettem részt én is ezen a értekezleten, és elsőként szeretném is megköszönni a kollégáimnak azt a lelkiismeretes munkát. Tehát a Karcagi Járási Hivatal valamennyi kormánytisztviselőjének, munkavállalójának, mert egy nagyon-nagyon szorgalmas, lelkiismeretes munkavégzéssel vittük végig a 2015-ös évet, és ez egy csodálatos dolog, és én ezt köszönöm nekik. Azt mondta, hogy ugye ezen az értekezleten szereztek tudomást az egyes osztályok a másik osztály működéséről, eredményeiről, illetve ugye a személyi feltételek változásáról, tárgyi feltételek változásáról. Menjünk akkor ezeken végig, mik a legfontosabb tudnivalók. A SMS szerinti létszámunk 95 fő a jelenlegi állapot szerint. Egy státuszt kapunk a vezető-ápolói státusz megvalósítására, hisz eddig erre nem volt lehetőségünk, mert a megyétől kapott álláshely kapcsán töltöttük be, vagy töltötték be ezt a feladatkört. Van egy roma referensünk, egy informatikus kollégánk, és közfoglalkoztatásban 2 ember segíti a munkánkat, tehát gyakorlatilag 100-an vagyunk az egész járás területére. Meglepő volt számomra is, egy kicsit örömteli is, nem kicsit, tehát örömteli, hogy az előző évhez, tehát 14-hez viszonyítva a létszámmozgásunk sokkal csekélyebb volt. 7 távoztak a Karcagi Járási Hivataltól, tehát váltottak munkahelyet, nyugdíjba pedig 6 vonultak. Az átlag életkora a járási hivatalnak 40,6, tehát egy, úgy gondolom, hogy ereje teljében lévő nagyon jó csapat a Karcagi Járási Hivatal, és a felsőfokú végzettségűeknek az aránya 76%-os.
ami én úgy gondolom, hogy ez is teljesen egy nagyon jó arány. Természetesen vannak kollégák, akik jelenleg most is felsőfokú képzésben vesznek részt, és hamarosan diplomával fognak rendelkezni. Tehát én úgy gondolom, hogy a személyi állományunk maximálisan megfelel arra, ami a feladatunk, tehát azokat a hatósági vagy más feladatokat ellássuk. Be van töltve minden álláshely? Igen, minden álláshely betöltött, szerencsére. Beszéljünk akkor a tárgyi feltételekről, itt milyen változások voltak? A értekezleten úgy kezdtem, hogy a 15-nek a mottójának én azt határoznám meg, hogy a költözések és az átadások éve. Ezt úgy gondolom, hogy mindenki érti, aki Karcagon él, hogy miért ezt fogalmaztam meg, hisz nagyon nagy feladat volt számunkra, és nagyon-nagyon örömteli, hogy július 1-ével az Ady Endre út 4 szám alatti új iroda épületünket birtokba vehettük, a 4 osztály nagyon-nagyon kulturált körülmények közé került, és bízom benne, hogy ezt az ügyfelek is úgy érzékelik, hogy sokkal jobb körülmények között tudjuk őket fogadni, és mindenki ezt megelégedettséggel nyugtázza. Meg tudták egyébként már szokni mind a dolgozók, mind az ügyfelek ezt az új rendszert? Én úgy látom, hogy igen, tehát egyre kevésbé tehát már nem keresi senki a hivatalba ezeket, igen, az osztályokat. Igen, legalábbis én nem találkoztam mostanában már ügyféllel, aki a földhivatalt a Városházán keresni. Azért igyekeztünk megfelelőképpen hírelni, és ezt köszönöm a Karcag TV-nek is, és köszönöm a hírmondónak is, hogy partner volt ebben, hogy amikor csak kértük, rögtön tájékoztathattuk a lakosságot. Tehát ez egy nagyon nagy változás volt, és nagyon sok új informatikai eszközöket kaptunk ide, tehát ebben elégedettek lehetünk. És utána nagyon-nagyon készültünk azokra az új dolgokra, amit úgy neveztünk, hogy kormányablak. Ugye, és az első kormányablakot szeptemberben Kisújszálláson vehettük birtokba, amely egy 4 munkaállomásos kormányablak, nagyon-nagyon szép és kulturált körülmények között, szintén új informatikai rendszerekkel, amely, ugye ezt elmondtam már régebben is, hogy ugye a kormányablakoknak az a fontossága, hogy olyan hely alakuljon ki a minden járásban, legalább egy, ahol az állampolgár gyakorlatilag a legtöbb ügyét el tudja indítani, vagy gyakorlatilag ott meg is tudja várni, akár mondjuk egy lakcímkártya készítésénél, vagy beadja a hatósághoz szánt aktív korak ellátásában bármelyik kérelmét, vagy bármi, ami most jelenleg több mint 650 ügyet lehet elindítani a kormányablakban. Ugye ez nem azt jelenti, hogy az ott ülő kollega fogja azt a határozatot meghozni. Tehát ő átveszi, átnézi, hogy megvannak-e, pontosan ki van-e töltve az a kérelem, amit be kell adni, a mellékleteket átveszi, és utána ő ezt megfelelően érkezteti, és továbbítja annak az osztálynak, vagy szakhatóságnak, aki ebben az érdemi döntést meg fogja hozni. De az ügyfélnek nem kell több fele menni, hanem egy helyen ezt megoldhatja. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség lesz hosszú távon, és ugye ennek emelkedik a száma folyamatosan, több-több ügykör kerül a mi hatáskörünkből, amit intézhetünk, idézelve az intézhetés, mert sokszor úgy gondolom, hogy mindenki azt, tehát úgy érti az intézkedés szót, hogy ott rögtön elintézzük, tehát nem csak átvesszük a kérelmet. Ugye szeptemberben, azt mondta, hogy szeptemberben adták át Kisújszálláson, közben már Karcagon is zajlott a munka. Hát igen, nagyon gyors erővel, vagy nagy lendülettel elkezdődött augusztusban, és nagyon-nagyon nagy gyorsasággal, és nagyon jó minőségben kivitelezték a kormányablakot, és decemberben pedig már átadásra került ünnepélyes keretek között, hát karácsonyi ajándékként, december 22-én meg volt az átadása. Hogy adták át ezt a kormányablakot? 8 munkaállomásos kormányablak, ugye a földszinten, a Városháza földszintjének 4 irodája került egy légtérbe, tehát összenyitásra, és itt került kialakításra. A 2 kormányablak együtt egy kormányablak osztályt alkot, és 17 kollega
dolgozik. 44 órában fogadjuk az ügyfeleket, tehát ez egy nagy előrelépés, hogy az ügyfélfogadási időnk másfélszeresére növekedett, és ez szerintem megint nagy segítség az állampolgároknak, hogy akár mondjuk hétfőn valaki reggel 7 órakor tudja intézni az ügyét, akkor 7 órakor fogadjuk, de ha valakinek a késő esti időpont megfelelő, akkor csütörtökön este 6 órakor is még tudjuk őket fogadni. Most ugye ebben a nagy térben lehet látni, aki még nem járt nálunk a kormányablakban, hogy, tehát ahogy említettem, 8 munkaállomás van, és ebben az esetben az első feladata az ügyfélnek, hogy kiválasztja a ügyfélhívó rendszeren, hogy hová, milyen feladatot, vagy milyen ügyet kíván intézni. Ez, hogy személyigazolványt, útlevelet, hatósági ügyet, bármit akar intézni, azt a gombot megnyomja, ugye kap egy sorszámot, van egy ügyfélhívó monitorunk, amelyiken látni fogja, hogy azzal a sorszámmal melyik pulthoz, melyik ügyintézőhöz kell leülni, és ott intézik az ügyét. Mi történik akkor, ha valaki mondjuk többféle ügyet szeretne elintézni? Beüti mondjuk azt, hogy személyigazolványt szeretne csináltatni, de még mondjuk emellett mást is szeretne, akkor akihez behívatja magát úgymond sorszámmal, ott mindent tud intézni, vagy vannak úgymond szakterületek egy-egy ablaknál? Igen, tehát ez kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy több sorszámot célszerű húzni, mert az okmányok készítésének egy olyan speciális gépi rendszere van, amely csak, tehát zárolva van, hogy mely gépeken üzemelhet. Tehát nem minden gépen lehet elérni azt, hogy ott a személyigazolványhoz vagy az útlevélhez kapcsolatos adatlapot ki lehessen tölteni, a fényképet föl lehessen szintén tölteni abban a rendszerben, vagy az új lenyomatot, amely én úgy gondolom, hogy ez egy biztonságot is szolgál, de az ügyfél nem fog ezáltal hátrányt szenvedni, tehát nem kell újból neki sor vagy időt várakozni, tehát megoldották a fényképezést, kitöltötték a dokumentumokat, és azzal, ahogy ő ott befejezte az egyik ügyét, akkor átülhet a másik ügyintézőhöz, aki már a hatósági ügyet tudja intézni. Beszéljünk még egy picit a tavalyi év eredményeiről. Gondolom vannak statisztikáik, például melyik volt az osztály, akinek a legtöbb ügye volt, legtöbb befejezett ügye, vannak-e ilyen számaik esetleg? Én ezt így nem szeretném, mert nem lehet így számszakilag így összehasonlítani akár egy földhivatali ügyet, vagy egy munkaügyel, vagy foglalkoztatás ügyi területén egy problémát. Én inkább összességében szeretném azt mondani, hogy ugye a hatósági statisztikát most készítettük el január 31-ével, és látjuk azt, hogy a tavalyi évben 44 ezer ügyet, elsőfokú hatósági döntést hoztunk, amely a 14-hez képest, ez 18%-os növekedés. És ez egy nagyon-nagyon komoly létszám vagy eredmény, hisz a létszámunk nem változott. Tehát ha nézem, akkor sokkal gyorsabban kellett a kollégáknak meghozni ezeket a döntéseket, és ami még egy nagy pozitívuma, hogy én mindig meg szoktam nézni, hogy mennyi a fellebbezéseknek az aránya, és a fellebbezés során mennyi esetben mondják azt, hogy bizony nem jártunk el körültekintően, és vissza kell vonni, vagy módosítják a határozatunkat, és ez most elenyésző, tehát a 14-hez képest egy 80%-os csökkenés, tehát mindig egy ilyen 20-as számkörben mozogtunk, de most 12. Tehát ez szerintem jelzi azt, hogy a kollégák annak ellenére, hogy sokkal gyorsabban dolgoztak, még jobban odafigyeltek arra, hogy hibátlanul tegyék a feladatukat, és ez egy nagyon nagy eredmény. Van esetleg még olyan statisztikája, amit megosztana a tévénézőkkel, ami kiemelkedő volt? Ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára meglepő volt és érdekes,
hogy azokat a pénzösszegekről szóló kimutatásokat, amelyet a kollégák hoztak, és be tudtuk mutatni, hogy a döntéseink hatására akár a szociális területen, akár a foglalkoztatás területén milyen nagy mértékű kifizetés valósult meg, és ez egyúttal a kormánynak a azt mondom, hogy szociális érzékenységét is mutatja, hisz olyan támogatásokat biztosított, amelyeket például a karszagjárásban 600 millió forintot fizetett ki a hatósági osztály, és a foglalkoztatási osztály pedig több mint 2 milliárdot. Tehát nagyon nagy összegek. Ugye 43 ezer fő körül van karszagjárásnak a lakossága, tehát összlakossága, tehát ehhez nézve, tehát majdnem egy 3 milliárd forint kifizetés valósult meg. Januártól bizonyos változások léptek életbe okmányok kapcsán is. Mik ezek a legfontosabb változások, amelyekről beszélhetünk? A kormány javaslatára, pontosabban felkérésére a kormányhivatalunk, és benne ugye a járási hivatal is részt vett abban a ügyfelek megkérdezésében, hogy mit tartanának, vagy mit látnának szívesen, hogy térítésmentesen kapjanak. Ezt több mint egy hónapig kérdeztük az ügyfeleinket, és annak az összesítése alapján döntött a kormány, hogy országosan ugye 10 milliárd forintnyi összeg marad, úgymond az állampolgárok zsebében, és ebből adódóan a személyigazolványoknak, a lakcímkártyáknak a cseréje, a jogosítványoknál az első jogosítvány, ezt hangsúlyozom, mert többen ezt félreértették már, tehát az első jogosítványhoz hozzájutás, a különböző oktatási igazolványoknak a igénylése, itt a diákigazolvány, pedagógus igazolvány, az erkölcsi bizonyítvány, amely bár nem mi intézzük, ugye postán kell intézni, de egy évben 4 alkalommal, ami szintén térítésmentes, és még jó néhány dolog. Ennek örülnek a lakosok, az emberek, hiszen így nagyon sok pénz ugye megmarad, amit esetleg másra el tudnak költeni. A jövőben mi várható, milyen változások léphetnek még életbe, mire készülnek? További integrációra számítunk. Ugye az előző évben is jellemző volt a külső-belső integráció a kormányhivataloknál, tehát ez volt az első lépés, hogy egy olyan apparátus, kormányzati apparátus megyei szinten valósult meg, amely egy nagy szervezeti egységben működik, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal is 1400 főt foglal magába. Tehát ebbe bizonyos szakigazgatási szerveknek a beintegrálása valósult meg április 1-től, úgyhogy főosztályok alakultak ki, és osztályok jöttek létre a főosztályokon belül, a járásoknál pedig osztályszintekbe tagozódott be, ha tekintem a népegészségügyet, állategészségügy, építésügy és így tovább. Karszagjárásnál 8 osztály alakult ki. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon zökkenőmentes volt. Én persze karszagjárás esetében tudom ezt mondani. Az osztályok nagyon jól tudnak együttműködni ennek az integrációnak a kapcsán. Ezt az osztályvezetők is elmondták, hogy sokkal bátrabban tudnak egymáshoz fordulni, akár ellenőrzések kapcsán, vagy bármilyen szakmai kérdés egyeztetésében, és egyik lehetősége az, hogy negyed évente hivatalvezető értekezletet, amit tartunk, ugye minden osztályvezető jelen van, tehát egy napra kész információ csere van a kollégák között, vagy akár a munkakapcsolatnak a kiépítésének a lehetősége. Tehát ez az integráció folytatódna tovább, ugye amit most halljuk, hogy különböző központi hivataloknál áttekintik azokat a feladatokat, amiket ellátnak, és ezekből a feladatokból megyei szintre, járási szintre fognak delegálni, és én úgy gondolom, hogy a hatáskörünk fog bővülni. Én csak abban reménykedem, hogy létszámot is kapunk ezekhez a feladatokhoz, mert azért nagyon feszített a munkatempó már a kollégák részéről. És a másik pedig, hogy olyan speciális területek, amelyekhez én úgy gondolom, hogy a mi kollégáink nem értenek, tehát akár környezetvédelem területén, vagy nem akarok semmit sem most előre jelezni,
tehát speciális végzettségű szakemberekre van szükség, és hát ezt szeretném, hogyha a feladattal ember is érkezne a járásokban. Úgy legyen, sikeres munkát kívánunk a továbbiakban is, hivatalvezető asszony, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen is. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, hiszen a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan dr. Őrsi Juliannának jelent meg egy újabb könyve Kötődés címmel. Ez egy picit más, mint a többi, hiszen a többit Ön írta, ez a kötet pedig Önről szól. Hogy született meg ennek az ötlete? Hát nagyon sokszor kérdezték, hogy miket írtam, sokan érdeklődtek felőle, és hol lehet olvasni, hol jelentek meg, mert ugye nem csak Karcagon vagy a Nagykunságban, Szolnok megyében, hanem számtalan helyen. És hát itt volt az ideje, hogy összeszedjük az írásaimat, egy részletes bibliográfiát készítsünk, és ez számvetésre is jó, meg emlékeztetőül is. Aztán tovább fűztük a gondolatot, hogy hát ne csak bibliográfia legyen, hanem legyenek írások tőlem is, rólam is, olyanok, amit lehet, hogy már például az újságcikkeket olvasták annak idején is a karcagiak, vagy a turkevelyiek, vagy a Megyei Néplap olvasói, de most visszaidézzük, és egy kerek egészet ad a munkásságomról, ebben a tudományos munkásságot, a múzeumvezetői munkásságot és a közéleti tevékenységet. Mondhatom szerintelen talán, hogy az újságírás eredményeit is beletettük. Azért ez nem egy lezárt dolog, hiszen azért még ma is aktívan dolgozik. Az előbb itt említette a számvetés szót, egy picit számokkal is játszunk. Hány évtized van-e mögött a több száz cikk és több 10-10 tanulmány között? Hát 5 évtized. Hiszen 1970-ben, sőt, hogyha még a középiskolás dolgaimat is veszem, akkor még korábban kezdődtek az írásos munkáim, és az egyetemre ugye a néprajz szakkal 69-ben ismerkedtem meg a muzeológus szakmával is, és hát ideje már, hogy egy visszatekintsünk, és megnézzük azt, hogy mi minden történt ebben az elmúlt fél évszázadban. Hát, hogyha számokkal próbáljuk érzékeltetni ezt az időszakot, akkor 11 könyv, 60, ha jól emlékszem, 65 könyv szerkesztés. És akkor még sok száz cikk és tanulmány. Tehát több mint 1000 tétel. Azt hiszem, hogy ez egy tényleg egy szép életmű, de még majd várjuk a folytatást. Viszont beszéljünk egy picit akkor arról, hogy említette, hogy a kötetben azért szerepelnek írások is. Nem volt egyszerű ennyi kötetből és kedvenc írásból összeválogatni. Mi alapján döntött, esetleg a legelső írásoktól, vagy mi alapján válogatta össze a kötet írásait?
Hát a saját írásaimat illetően elsősorban olyan írások kerültek be ebbe a kötetbe, amelyek úgy gondolom, hogy a köznek szól, tehát nem tudományos publikációk, hanem olyan témák, ami sok embert érdekel, sok embert érint, illetve aminek a mondani valója ma is aktuális. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki érdeklődéssel fogja forgatni. Itt van mögöttünk, látszik a kötődés, van egy borító is. Ez kinek az alkotása, kinek a fotója? Ifjú Papi Lajos kisújszállási fotóművésznek a fotója. Hát a mondani valóhoz ezt nagyon közelinek éreztem, tehát a kötődést, a hűséget a szülőföldhöz. És nem véletlen a háttér sem, a repedezett karcagi föld, a szík adja a hátteret. 5 évtized alatt azért nagyon sok mindent elért, sok tudományos elismerés díjat kapott. Végezetül csak egy mondatban, ha meg tudja fogalmazni, mit jelentett karcagiként megjelenni a nagyvilágban, hiszen azért bejárt a sok országban, sok helyen kutatott. Milyen érzés volt karcagiként ott lenni? Hát egyrészt nagy megtiszteltetés, hiszen különösen vidéki kutató számára ritka az, hogy külföldi konferenciákon részt vehet, előadásokat tarthat, és azért én hát nem csak Európában, hanem Ázsiában is több helyen meghívottként részt vettem, és Karcagot, a nagykunságot népszerűsítettem mindenütt. Mind dolgozik most, hiszen önt ismerve azért már vagy írásban elkezdett egy újabb könyvet, vagy már a fejében összeállt a következő kötet. Mi az, ami most dolgozik? Hát nem is egy. A Jászkunság évkönyv 2016-os kötetét hamarosan nyomdába adom, tehát most ezt szerkeztem. Most áll össze egy olyan kötet, amit a reformáció 500. évfordulójára készítek, a nagykunsági és nagykunsághoz kötődő református lelkészekről, illetve a nagykunsági egyházmegye értékeiről fog szólni. És hát már egy pár éve forgatom a fejemben, hogy egy karcag monográfia szülessen, vagy egy nagykunság monográfia. Hát eddig még anyagi hátteret nem sikerült hozzá teremteni, de nagyon bízok benne. Most szeretném, hogyha ebben az évben a város mellé állna, és egy kutatótábort rendezhetnénk felnőttek és diákok részvételével, és jövőre egy előtanulmányok kötetet kiadhatnánk a 20. század történetéről, életéről. Hát akkor ez tényleg sok pénzt kívánok önnek, és az, hogy megvalósulhasson, és még nagyon aktív kutatóéveket önnek a következő 2-3 évtizedre. Nagyon szépen köszönöm. Hamarosan kezdődik az Ifjúsági Házban a Karcagi Sport Egyesület eredményes sportolónak a köszöntése. Szepesi Tiborral beszélgetünk. Itt látjuk a rengeteg pólót, ami azt jelzi számunkra, hogy ismét eredményesek voltak a karcagi sportolók. Hány diák és felnőtt sportoló kap ma itt elismerést? Üdvözlöm a televízió nézőket! Egy picit ki kell, hogy javítsam, hiszen nem csak a Karcagi Sport Egyesület versenyzői, hanem Karcag város eredményes sportolói, ugye nem csak az egyesületi keretek között, hanem a különböző oktatási intézmények keretei között sportolók is köszöntve lesznek.
immáron 10. alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény, ahol Karcagváros önkormányzata elismeri azokat a sportolókat, akik országos versenyen, diákolimpián, magyar bajnokságon, nemzeti bajnokság különböző osztályaiban, kiemelkedő osztályaiban, első és hatodik helyezettek lettek valamilyen kategóriában, súlycsoportban, sportágban. Nagyon sokan vannak minden évben, én azt gondolom, hogy az a közel 100 fő, amelyet átlagosan megszoktunk az előző években, az idén is majdhogy nem sikerült, hiszen 83 olyan versenyzőt köszönhetünk a mai napon is, aki ezeknek a kategóriáknak megfelelt. Öröm az, hogy kimagasló eredmények is születtek az előző évben, tehát újra volt nemzetközi szinten is kimagasló eredményt elért versenyzők, sakkozóként, illetve karate sportágban, és ez majd nyilván ki fog derülni, azt gondolom a díjátadásból is. A másik része pedig ennek a köszöntésnek, azoknak a felkészítőknek, edzőknek, testnevelőknek a munkája, akik nélkül nyilván ezek az eredmények nem születhettek volna meg. Akkor én azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen hasonló, mint a tavalyi eredmény szülessen ebben az évben is, mint egyéniben és csapatsportágban is. Azt gondolom, hogy a KSH-hez minden feltételt biztosít a szakosztályoknak. Így van, próbálkozzunk azzal, hogy ne a sportolón, ne az edzőn, ne az ő akaratukon, vagy hiányukon múljon az, hogy eljutnak versenyzőink különböző országos bajnokságokra, nemzetközi versenyekre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a mai ünnepség az egyrészt szól a sportvezetőknek, és szól azoknak a támogatóknak, szponzoroknak, akik önzetlenül a sportolók, edzők mögött állnak, és hát óriási köszönet a szülőknek, akik nélkül azt gondolom, hogy nem érhettünk volna el közösen ilyen szép eredményeket. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük, és jó sportévet kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép ünnepség kezdődik hamarosan. Köszöntjük azokat az eredményes sportolókat, akik 2015-ben szép eredményeket értek el. Ez minden évben öröm az Ön számára, mint testnevelőnek. Nagyon sok póló van ott, tehát azt gondolom, hogy igen, csak eredményes volt a 2015-ös esztendő. Igen, hála jó Istennek, nagyon sok szép eredményt elérő versenyzőt, sportvezetőt, edző, testnevelő tanárt köszönhetünk a mai napon is. Immáron 10. alkalommal, hiszen egy évfordulóhoz érkeztünk, 10 évvel ezelőtt kezdtük el itt a városban azokat a jó sportolókat és felkészítőiket egy kis ünnepséggel megdicsérni és további jó munkára ösztökélni, akik valóban erejüket, munkájukat, vérüket, verítéküket adják azért, hogy jó eredményt érjenek el. Egészen pontosan azokról van szó, akik az országos döntők legalább első 6 helyezettjei közé tartoznak, és ez egy csodaszép eredmény, és nem kis teljesítmény. És hát azt gondolom, hogy az is nem kis teljesítmény, hogy látunk ismerős arcokat, akik megint itt vannak, tavaly is itt voltak, tehát ez azt jelenti, hogy fokozatosan tudják hozni az elért eredményeket. Hát ez azt hiszem, hogy ahogy szokták mondani, sportzsargonban, ezt várja a szakvezetés, tehát hogyha valami elkezdődik egy minőségi szinten, akkor az folytatódjon is egy ugyanolyan színvonalon. Nyilvánvalóan ez a közös érdekünk, és hát ez örömteli, hogy régi arcokat látunk, jó néhányat, de az is öröm, hogyha új tehetségek tűnnek fel. Az önkormányzat mindig is fontosnak tartja a sport támogatását, bár még a költségvetés előtt vagyunk, de remélhetőleg idén is lesz erre keret. Természetesen, tehát a sport, a mozgás az egy nagyon fontos az ember életében, az emberek életében, és ezt egészen fiatalon kell elkezdeni, fiatalon kell megszerettetni a mozgás örömét a gyermekekkel. Ehhez persze támogatás kell, lehetőségek kellenek. Erőnkhöz képest, sőt azt kell mondjam, hogy sokszor erőn felül túl is segítjük mindazokat, akik ezen a területén dolgoznak, munkálkodnak, sportolnak, legyen az élsport, legyen az tömegsport. Azt gondolom, hogy most a sportolók nevében mondhatom, és a szakosztályok nevében az, hogy tartsa meg ezt a jó szokását a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete még sokáig. Én úgy látom, hogy a mindenkori karcagi városvezetés az partner volt ebben,
tehát szerencsés összetételű volt ilyen szempontból is általában a képviselőtestület. Érezték, tudták, hogy az épp testben, épp lélek elve meg kell, hogy valósuljon, és valóban ahhoz, hogy szellemileg is tudjon valaki teljesíteni, ahhoz fizikálisan is rendben kell lenni, fitnek kell lenni. Köszönjük szépen! Köszönöm az érdeklődést! Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a KS elnökeként fogja átadni a díjakat. Azt gondolom, hogy ez mindig emeli a rangját ennek a mai ünnepségnek. Leginkább az emeli a rangját, hogy eredményes év van a karcegi sportolók, gyermekek, fiatalok, edzők, szülők mögött, hiszen nagyon sok szép siker született. Én erre büszke vagyok. Dicséri ez az odafigyelést, a sok gyakorlást, edzést, a sok küzdelmet, és bízom benne, hogy a idejében is hasonlóan jó eredményekkel dicsekedhetünk majd. Itt láttunk azért olyan sportolókat, akik minden évben itt vannak, tehát ez azt jelenti, hogy minden évben nagyon felkészültek, viszont örömmel láttuk, hogy vannak új arcok is. Van utánpótlás, és Magyarország egyre inkább halad abba az irányba, hogy a sportban azokat a sikereket hozza, amiket évtizedeken keresztül nyújtott. Itt szerintem egy hasznos dolog az, hogy a sport infrastruktúrának a kiépítése, edzőtermek, csarnokok, stadionok az egy elég jó ütemben halad, és a saját életemről is szeretnék ezt hozzátenni, hiszen az erdészetek, nemzeti parkok jó néhány tanúsvényt, turistaútvonalat, lovaglóútvonalat alakítottak ki az elmúlt években a megfelelő kiszolgáló létesítményekkel, tehát aki akar sportolni, mozogni, az erre ott kedvező terepre talál. Reméljük, hogy jövőre is legalább ugyanannyi sportolót fogunk köszönteni, hiszen ez a város szempontjából is egy nagyon fontos eredmény. A városnak ez egy büszkeség, és hát azon vagyunk valamennyi, hogy minél többen legyenek sikeresek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Hamarosan kezdődik a Városházán a Karcegi Nagykunbajtársi Egyesület közgyűlése. Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgetünk. Itt mögöttünk nagy a nyüzsgés, hiszen egyenruhában is érkeznek katonatisztek, civilek is vannak. Régen láttunk ennyi egyenruhás katonát Karcegon. Igen, bár megszűnt a laktanya, de azért öröm látni, hogy van egy olyan egyesület, aki a régen ott dolgozókat, illetve a katonaságot érintő embereket összefogja, igazi bajtási összejövetel, ez én úgy veszem észre, és a 2015-ös évi beszámolójuk fog következni, amit egy birkapörkölttel koronáznak meg, egy birkapörkölt vacsorával koronáznak meg. Jó érzés látni, hogy ennyire összetartó ez az egyesület, hiszen én úgy gondolom, hogy ha valaki bajban, bajtársi egyesület együtt van, az az ilyen hétköznapi ünnepibb együttléteket is töltse együtt, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy a régi munkahelyi és egyéb élményeket megosszák egymással, egyáltalán jól érezzék magukat, és egy kellemes délutánt és egy talán még kellemesebb estét töltsenek együtt. Itt a feleségek is itt vannak, sok katona feleséget látunk. Itt vannak, akik már a fotókat, unok a fotókat mutogatják egymásnak, hiszen évente egyszer találkoznak ilyen nagy alkalmakkor, tehát gondolom, hogy ez számukra is egy kis nosztalgiázást is jelent. Biztos vagyok benne. Többek között azért a katonai élet biztos, hogy nem egyszerű, hiszen eléggé kötött, szigorú és merev, és azért a hölgyeknek, illetve az asszonyoknak otthon azért szerintem ez plusz feladatot jelenthetett, ezeket is megoszthatják most egymással, élmények gondolom ilyenkor azért felelevenítődnek, jókat beszélgetnek, együtt vannak, és én úgy gondolom, hogy a katona feleségek is összetartóak voltak, legalább annyira, mint a férjeik. De ezt mi is csak így áttételesen tudhatjuk meg, ahogy itt látjuk, hogy még tényleg most is itt vannak. Reméljük, hogy még sokáig fennmarad az egyesület, és sok-sok rendezvényt szerveznek tagjaiknak. Én is így vagyok ezzel, én is kívánom nekik, hogy minél hosszabb ideig tudjanak együtt lenni, és értékes egyesületi munkát tudjanak végezni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Az egyesület elnöke Rab János Nagy, akivel arról beszélgettünk, hogy mi is lesz a mai nap témája, hiszen itt már gyülekeznek a katonafeleségek, tisztek, gondolom, hogy mindenki régen valamilyen módon kötődött a karcegi laktanyához. Igen, tehát a mai nap a hagyományoknak megfelelően évadzáró taggyűlést rendezünk, ahol a vezetőség beszámol a végzett munkáról, előző évi munkáról, a költségvetést, a pénzügyi beszámolót itt hallgatjuk meg, elfogadjuk a feladattervet, programtervet, ami tulajdonképpen már erre az évre vonatkozik. Kerek évfordulósokat köszöntünk, a hölgyeket 55, a férfiakat 60 évtől fölfele,
és most először első alkalommal jól dolgozó egyesületi tagokat is hát egy szerény jutalomban részesítünk. Tehát ez a rövid lényeg a mai taggyűlésünknek, és hát ez annyival szokott kiegészülni négy évente, hogyha vezetőségválasztás van, vagy egyéb okból kell szívni a taggyűlést. Koszorúzásokon, városünnepségeken azért találkozunk Önökkel, de biztos, hogy sokkal több programot szerveztek 2015-ben is. Mi volt az a legnagyobb rendezvény, amit kiemelne? Hát hagyományőrzők vagyunk, illetve ápoljuk a katonai hagyományokat, ezért részt veszünk, hogy tetszett említeni, minden városi rendezvényen, a március 15-től kezdve, hadd ne soroljam végig, aradi vértanúkon át, itt mindig egyenruhába koszorúzzuk meg a emlékműveket, emellett a hagyományok ápolása keretén belül egy könyvet írt egykori munkatársunk, Bukor József alezredes, Karcagi laktanya történetéről. Emléktáblát avattunk imáron lassan 10 éve az egykori Hamu ifjúsági ház falán. Emlékszobát létesítettünk az egykori laktanyába, ahol a itt szolgált egyesületek, egység, katonai egységeknek állítunk emléket, és kopjafát állítottunk a balatonkenesei Honvéd üdülő emlékparkjába, ez is a megszűnt egykori alakulatok emlékére. Gondolom, hogy ezek a programok jó része ebben az évben is ugyanígy meg lesz tartva, de mi az a főbb esemény? Itt mondta, hogy már köszöntenek sok-sok mindenkit, de mi lesz a legnagyobb éves rendezvényük? Hát valóban, tehát emellett több mindent szervezünk, évad nyitót, évad záró rendezvényt, ahol hát vidám keretek között próbáljuk az időt mulatni. Egész napos elfoglaltság például az évadzáró disznótoros rendezvény, de a legfőbb rendezvényünk ebben az évben különösen a bajtási találkozó, amely kötődik a Honvédelmi Naphoz május 21-éhez, mert immár 10. alkalommal szervezzük meg ezt a találkozót, és úgy gondoljuk, egy kicsit hangsúlyosabban próbáljuk ezt megünnepelni, ezt a kerek évfordulót. Akkor mi jó munkát kívánunk Önöknek, és sok-sok rendezvényt, amelyen részt vehetnek tagjaik. Nagyon szépen köszönjük. Horváthné Halász Klára őrnaggyal beszélgetünk, hiszen ön a Honvédségben képviseli azokat, akikhez tartoznak ezek az egyesületek is. Fontosnak tartják, hogy a már nem szolgáló katonák ilyen egyesületeket fenntartsanak országos szinten? Igen, köszönöm szépen a kérdést, ez nagyon fontos. Nagyon fontos a Honvédségnek, ezen belül a 6 kiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokságnak, hiszen a mi feladatunk kapcsolatot tartani az egyesületekkel, és egy hidat, egy kapcsolatot ápolni a Honvédség és a nyugdíjas szervezetek tagsága között. Az elnökséggel, az elnök úrral, illetve a tagsággal több évre visszamenő nagyon jó kapcsolatot ápolunk. A tagság nagyon nagy része nyugállományú katonákból, özvegyekből és árvákból, katonai nyugdíjas, tehát honvédségi nyugdíjasokból áll, akiknek különböző jogokat biztosít a mai napig is a Honvédség. Tehát akkor tudnak segíteni, hogyha valakinek esetleg segélyre vagy bármi más olyan segítségre van szüksége, amit a Honvédelmi Minisztérium számára tud folyósítani? Igen, ezeknek a segítségeknek mi folyósítására, illetve igénybevételhez, hozzásegítésére vagyunk mi hivatottak, akár az egyesületeken keresztül, akár pedig úgy, hogy Szolnokon, a Táncsics Mihály utca 5-7-ben az ügyfélszolgálatunkat felkeressék az ügyfeleink. Tehát még egyszer elmondom, hogy nyugállományú katonák, özvegyek, árvák, illetve honvédségi nyugállományok, akik ezeket a jogokat és lehetőségeket igénybe vehetik. Nagyon röviden például üdültetéssel kapcsolatban, segélyezéssel kapcsolatban, hozzátartozói jogon igénybe lehet venni állami egészségügyi központot, tehát ott gyógyíthatják magukat, illetőleg akár nyugdíjas igazolványoknak pótlására vagy kiállítására is mi tudunk segítséget nyújtani. Tehát akkor tulajdonképpen az ügyvételi munka, hogy ilyen csúnya szóval mondanánk, az is egy részében Önök is tudnak segíteni. Reméljük akkor, hogy sokkal cagél ezzel a lehetőséggel.
Igen, köszönjük szépen, hogyha ez elhangzik esetleg a médiában, akkor hát, ha minél többen fognak bennünket felkeresni. Természetesen kihelyezett ügyfélszolgálatot tartunk, amikor mi jövünk Karcagra, nem a karcagiaknak kell elutazni Szolnokra ügyet intézni. Minden egyes Karcagon élő nyugdíjasnak, aki nekünk gondoskodási körünkbe tartozik, meghívó levelet küldünk egy bizonyos időpontra, abban az időpontban bármilyen ügyes-bajos dolgát mi velünk elintézheti, ezzel lerövidítve az ügyintézési időt, illetve segítünk abban, hogy ne neki kelljen Szolnokra utazni. Jó munkát kívánunk, és sok-sok segítséget a karcagiaknak is, és a megye többi településén élő volt egykori katonáknak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kedves hölgyek, kedves urak! A Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm a 2015 évi beszámoló közgyűlés minden résztvevőjét. És most felkérem alpolgármester asszonyt, mivel nem tud részt venni a teljes gyűlésünk időtartamára, köszöntse a közgyűlést. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt egyesületi tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kedves vendégeim. Engedjék meg, hogy ne soroljam végig a titulusokat, mert akkor talán 3 órakor sem kezdődik el az érdemi munka. Engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntsem Önöket. Elsőként szeretném átadni Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki legnagyobb sajnálatára ma nem tud részt venni Önökkel az éves beszámolón és az ezt követő vacsorán. Lelkemre kötötte, hogy mindenképpen helyettesítsem őt, és a vacsorát se hagyjam ki. Biztosan tud valamit. Amikor végig gondoltam, hogyan is fogom Önöket köszönteni, és mit is fogok Önöknek mondani, megakadt a szemem az egyesület nevén. Karcagi, ez már nagyon jól hangzik, Nagykun, igen, Nagykunság fővárosa vagyunk, Bajtársi Egyesület. És milyen szép szó a bajtárs. Bajban is, és mindenben társ. És most úgy gondolom, hogy nem a bajban vagyunk társak, hanem a jóban, hiszen egy 2015. évi beszámoló következik, és én úgy gondolom, hogy gazdag évet zárhatnak le, és ezekkel a szép eredményekkel lesz majd gazdagabb mindenki az évértékelő rendezvényük és a beszámolók után. Én úgy gondolom, hogy az összetartozás, amit az egyesület megfogalmazott és működésével meg is valósít, nagyon fontos, hiszen valljuk be őszintén, nincs olyan nagyon sok lehetőségünk arra, hogy együtt legyünk, összetartsunk és segítsük egymást. Éppen ezért nagyon szép gondolatnak tartom, hogy a volt katonák, rendőrökkel együtt, és főleg azt, hogy a civileket is maguk közé foglalva és maguk közé gyűjtve, egy egyesületet hoztak létre, és azóta is, úgy tudom, 40 éve, nagyon eredményesen működnek, tagjaik száma nem apad, hanem inkább gyarapodik. Én úgy gondolom, hogy ez az egyesület vezetőinek és talán minden tagjának a munkáját jelzi, minősíti, és én bízom abban, hogy Karcagvárosa továbbra is, az elkövetkezendő évekre nézve is sok ilyen jól működő egyesülettel büszkélkedhet. Higgyék el, büszkeség eldicsekedni egy-egy vidéki út alkalmával arról, hogy nálunk milyen sok aktív és nagyon jól működő, mindenkit magába foglaló, mindenkit befogadó és nagyon jó tartalommal megtöltött egyesületek, civil szervezetek működnek. Én úgy gondolom, hogy a Bajtársi Egyesület is egyike ezeknek. Én szeretnék köszönetet mondani és gratulálni az egyesület vezetőségének és minden aktív tagjának, hogy a lelkiismeretes, áldozatos munkájával életben tartja, nem is akármilyen életben tartja ezt az egyesületet, és kívánom, hogy az elkövetkezendő évben szintén eredményesen tudjanak működni. A város vezetése biztos vagyok benne, hogy amiben tud, továbbra is segítségükre lesz,
és jó szívvel jövünk minden rendezvényükre továbbra is. Nem kívánom tovább szaporítani a szót, hiszen nálamnál fontosabb témák következnek majd, viszont én is elnézést kérek azért, hogy nem tudok végig itt lenni, és nem tudok esetleg hozzászólni, talán építő gondolatokkal is, és más témában a beszámolóhoz, mert el kell mennem egy másik rendezvényre. Azt azért mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy én olyan szívesen hallanék egyszer egy volt katona és rendőrfeleség élménybeszámolót is. Szerintem a katona és a rendőrfeleséget nagyon sok átélt, kalandot, kitartásról szóló élményt, szép emlékeket tudnának megosztani. Javaslom, hogy ezt egyszer azért vagy egy vacsora alkalmával, vagy akár egy közülés témával is, vagy egy pályázattal vezessék be. Kívánok a mai naphoz jó tanácskozást, mindenkinek nagyon kellemes eltöltött délután, és még kellemesebb vacsorát. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Szepesi Tibor képviselő nyitotta meg a gyermekeknek az előbb a verset, és nagyon szép idézeteket mondott, ami engem nagyon megragadott, hiszen nagyon szép Éhes Gyula idézettel szólt arról, hogy mennyire fontos a magyar nyelv ismerete a gyerekek szempontjából. Jónak tartja ezeket az ilyen versenyeket, ahol erre próbálják ösztönözni a gyerekeket? Mindenképpen. Itt a Kovácsban már hagyomány, hiszen 5. alkalommal kerül megrendezésre a helyes íróverseny. És úgy gondolom, hogy a Magyar Kultúra napja és a helyesírás napja, ugye február 21-e között vagyunk nagyjából, azt nem mondom, hogy félúton, de közte vagyunk, így mind a két nagy rendezvényhez kapcsolódik ez a mai verseny, vagy kapcsolódhat ez a mai verseny, hiszen mind a kettő arról szól, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra életben tartása mennyire fontos ahhoz, hogy ne csak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is legyen. Nem tudom, hát az ön gyermekei azok már nagyok, de amikor mondjuk ilyen korúak voltak, részt vettek a helyesírási versenyen, vagy mennyire szerették a helyesírást? Amennyire emlékszem, voltak helyesíró versenyen, helyesírási versenyen, hogy ott milyen eredménnyel szerepeltek, azt így most nehéz visszagondolni, de már akkor is nyilván fontosnak tartotta az akkori pedagógus társadalom, szülők, szülői munkaközösség, és azt gondolom, hogy mindenki azt, hogy legyenek ilyen versenyek, ilyen megmérettetések. Azt tudjuk, hogy folyamatosan változik a helyesírásunk is, hogy a nemrég került kiadásra az új helyesírási szótár, a helyesírási szabályok jegyzéke is módosult, tehát fontos az, hogy ezekkel a szabályokkal is folyamatosan tisztában legyünk. Mint ahogyan a megnyitón is mondtam, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, tehát ha leírjuk gondolatainkat, akkor azok valóban bennünket tükröznek, és nyilván akkor úgy legyenek leírva, hogy azok valóban helyesen, szépen, szép magyarsággal kerüljenek megfogalmazásra. Azt gondolom, hogy ma mindenki így fog cselekedni, a versenyzők is. Én remélem, hogy még sok alkalommal találkozunk hasonló versenyen. Bízom benne, hogy nem csak az 5. verseny kerül megrendezésre, hanem a következő évtizedekben is az utódaink, a felnövekvő generáció is részt tud majd venni ilyen versenyen. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Krappáni Pap Ágnes tagintézményvezetővel beszélgetünk, hiszen elkezdődött a verseny, a gyerekek már oldják meg fel a feladatokat. Azt gondolom, hogy ilyenkor önök is nagyon izgulnak, amikor elindul a verseny, akkor egy picit mindenki megnyugszik. Igen, minden évben nagy izgalommal várjuk ezt a versenyt. Felkészítő kollégáim már hónapokkal ezelőtt neki fognak a munkához, és valóban így van, amikor megjönnek a gyerekek a felkészítő nevelőkkel, akkor az a bizonyos kő leesik, hogy minden rendben van, minden sinem van, már csak azért izgulunk, hogy minél jobban sikerüljön a verseny, és a gyerekek élményekkel távozzanak a tagintézményünkből. Mit kell tudni a mostani versenyre, hiszen elhangzott, hogy 5. alkalommal rendezik meg, de kik vesznek ezen részt?
Alsós gyerekek vesznek részt, mindenképp csak alsós gyerekeknek hirdeljük, és úgy gondoljuk, hogy az anyanyelv az rendkívül fontos és elengedhetetlen, és a gyerekek alsó tagozatban találkoznak úgy, mint nyelvtan, illetve magyar helyesírás szabályaival. Nem egyszerű, de bízunk benne, hogy ezek a versenyek mindig azt erősítik, hogy szeressék az anyanyelvet. Ahogy képviselő úr is nagyon szép köszöntőjében ugye beszélt arról, hogy magyarban, vagy nyelvben, magyar nyelvben él a nemzet, és ez mindig az. És öröm számunkra, hogy sok-sok gyerek jelentkezik a mi iskolánkból is, és jelenleg is 5 általános iskolából jelentkeztek, tehát a karcagi iskolák, illetve a berekfürdői iskola, és 26 gyerek ebben az évben, tehát ez nagy öröm számunkra. Mert jelzi, hogy nevelőnek és gyereknek fontos az anyanyelv ápolása és építése, védése. Azt gondolom, hogy ennek így kellene lenni a jövőben is, viszont egy nagyon szép kiállítás, ami a hátterünk most a beszélgetésünk háttere, amelyet most nyitottak meg ebből az alkalomból, erről mit kell tudni? Ahogy Nyiriné Katika, ugye ennek a pályázatnak a megálmodója, a kitalálója, és elmondta a megnyitó alkalmával, 4. alkalommal rendezzük meg, tehát a 2. évben csatlakozott a anyanyelvi versenyhez, és mindig törekedett, lévén ő iskolánk kézműves szakkörének a vezetője, és én úgy gondolom, hogy a városban mindenki ismeri Katikának elhivatottságát, ugye ezen a téren a természetes anyag általában ugye úgy szoktam megkérdetni ezeket a pályázatokat, és az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy egyre több gyerek és egyre ötletesebb munkákat hoznak. Élik a gyerekek, hogy mit lehet a körülöttünk lévő anyagokból, természetes dolgokból létrehívni, megmozgatja a fantáziájukat, és ez öröm számunkra. És jól látni, már most 2 napja, hogy a mi iskolánk tanulói csodálattal nézték és körbejárták ezt a kiállítást. Bízunk benne, hogy más tagiskolákból, illetve intézményekből is jönnek majd és megtekintik, amíg itt az aulában megmarad ez a kiállítás. Azért, hogyha a fejünk fülön nézünk, akkor kis boszikat látunk, és különböző szélfogókat. Tehát azt gondolom, hogy ez már a farsangra való készülődés jegyében készült. Itt van, egy iskola az mindig programokkal gazdag. Minden hónapnak, illetve minden évszaknak megvannak a maga rendezvényei, programjai, kiállításai, mint hogy nem régen a Kultúra napján voltunk túl, ahol rendhagyó módon ugye egy kiállítás, régi hagyományos dolgok, eszközöket tekinthettek meg a gyerekek, előadásokat hallgathattak, és ennek most méltó folytatása ez az ökölkiállítás, illetve valóban farsang, ami aztán a gyerekek kedvence, tehát nagy izgalommal készülődnek ugye a farsangra, amely alsós és felsős gyerekeket egyaránt megmozgat, és gazdag programkínálattal várjuk őket. Hát akkor erre majd még visszatérünk, hiszen azt gondolom, hogy most a legfontosabb, hogy a helyesírási versenyen részvevő gyerekek eredményesen szerepeljenek, és találkozunk még sok hasonló versenyen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen a Karcag TV-nek, hogy megtiszteltek bennünket, és bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk. Kedves nézőink, rendőrségi híreink következnek. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Esselemér Abátszalóki lakos ellen. A 36 éves férfi január 27-én 23 óra 30 perc és január 28-án 2 óra között Abátszalókon több házba is betört. A helyi lakos az egyik helyszínen felfeszítette a garázs és a melléképület ajtaját, majd eltulajdonított egy számítógép monitort és egy sarokcsiszolót. A férfi még aznap hajnalban másik 2 épületbe is megkísérelt bejutni, ami azonban nem sikerült neki. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították és az abátszalóki rendőrösre előállították a jogsértőt. A nyomozók Esselemért gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.
A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt egy kenderesi lakos ellen. A 19 éves nő január 30-án 9 órakor egy kisújszállási üzletben a kabátja zsebébe rejtett több kozmetikai terméket, majd a pénztártól fizetés nélkül távozott. Az üzlet biztonsági szolgálatának munkatársai megállították, és a rendőrség kiérkezéséig visszatartották a nőt. A rendőrök előállították a jogsértőt a karcagi rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Enzsolt kenderesi lakos ellen. A 20 éves férfi január 31-én 8 óra előtt bejutott egy kenderesi ingatlanra, majd a fészerből eltulajdonított egy mázsa tűzifát, egy fejszét és 50 kg szemes kukoricát, illetve a Baromfi udvarból 3 tyúkot, 5 kacsát és 9 japán tyúkot. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították, és a kisújszállási rendőrösre előállították a jogsértőt. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Kedves nézőink, a Györfi István Katolikus Általános Iskola készül a Györfi Napok rendezvénysorozatra. Háttér című magazin műsorunk vendége Kovács Miklósné igazgató. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatója. Igazgatónő, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert készülnek egy nagyon nagy rendezvénysorozatra az iskola életében, amely már hagyomány. De most egy picit menjünk vissza a tanévkezdéshez, ugye nagy változás történt az iskola életében. Fenntartóváltáson mentek keresztül szeptember 1-ével. Meséljen nekünk erről, mi történt, hogyan zajlott az átállás, mit lehet erről tudnunk. Valóban. 2015. szeptember 1-től az iskolánk az Egri Főegyházmegye fenntartásába került át. Ezt hosszas előkészítő munka előzte meg, amit én úgy gondolom, hogy a város lakossága is nagyon jól tud. A szülőknek mintegy 80%-a támogatta azt az előzetes felmérések alapján, hogy a Györfi István iskola katolikus iskola legyen szeptember 1-től. Az előkészületi munkálatok a nyáron zajlottak le, hogy egyáltalán ez az új intézmény elindulhasson, hiszen az Egri Főegyházmegye új iskolái közül is, amilyen az nagyon sajátos volt, hiszen nekünk a Karcagi Általános Iskola alapfokú művészeti iskolából kellett kiválni, és ez egy sajátos helyzetet teremtett számunkra. Nagy nehézségekbe ütközött először is az iskolának az elindítása, hiszen nyáron, amikor mindenhol uborka szezon van, nekünk adószámot kellett kérni, működési engedélyt kellett kérni, a hatóságoktól is az engedélyeket be kellett szerezni, de 2015. augusztus 31-ére az iskolánknak a tanévnyitó ünnepségére minden összeállt, és nagy szeretettel vártuk a város lakosságát a katolikus templomba, hiszen itt volt az iskolának az első tanévnyitó ünnepsége, és nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy eljött erre a rendezvényünkre dr. Ternyák Csaba egri püspök úr is. Mit jelent az, hogy katolikus iskola lett a Györfi iskolából? Ez mivel jár gyakorlatilag azok számára, akik ott tanítanak, illetve akik oda járnak? Akkor, amikor az iskola iskola megszervezése elkezdődött, akkor mindenféleképpen a türelmesség volt az első célkitűzésünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ide nem csak katolikus gyerekek járnak, nem csak katolikus felekezetű pedagógusok, illetve dolgozók dolgoznak itt, hanem bárkit szívesen látunk, tiszteletben tartjuk a felekezetét. Természetesen az iskola elkezdte a sajátos arculatát kiépíteni, illetve a katolikus értékrendnek az alapjait lerakni az iskolában.
Ez ebben az évben a következőképpen néz ki. Az első és legfontosabb változás az volt, hogy kikerültek az imák a falra. Ebben az évben az iskolának a célkitűzése az, hogy a gyerekek két imával megismerkedjenek. Ezek az imák az nap elején, illetve a nap végén hangzanak el. Október 1-től kezdtük el azt, hogy minden hétfőn egy áhítattal indul a nap, mind a két iskola épületünkben. Aztán természetesen külsőségekben is megjelenik ez, hiszen a tantermeinkben megjelentek a feszületek, aztán a fontosabb közösségi helyeken az egyházfőknek a képei is szerepelnek most már a falon. Voltak esetleg olyan változások, akár személyi, akár tanulói változások, akik mondjuk azért, mert ez egy katolikus iskola lett, mondjuk elmentek a tanári karból, vagy a gyereklétszámuk csökkente? A tanári karból nem ment el senki, inkább az a fájdalmunk, hogy nem mindenki jöhetett velünk ebbe az új iskolába, hiszen nincsen még eddig könyvtáros tanárunk, nincsen rendszergazdánk, amit tudjuk, hogy a kliknél közösen oldott meg az intézmény. A gyerekeink létszáma sem csökkent, sőt, már most az utóbbi napokban azt mondhatom el, hogy néhányal többen is vagyunk, mint az év elején. Néhány, illetve egy felekezetnek a tanulói mentek el az iskolánkból, ők másik iskolába találtak maguknak helyet, de a többiek mind maradtak. Mint ahogyan említettük, türelemmel vagyunk mindenkivel szemben, ennek megfelelően a hittanórák is, hiszen ettől az évtől kezdve a minden osztályban két órában tanítjuk a hittant, illetve aki nem választotta a hittant, hiszen a választási lehetőséget azt meghagytuk, ők továbbra is az erkölcstant tanulják. Heti két hittanórát mindenki a felekezetének megfelelően, így tartunk katolikus hittanórát, ahol körülbelül 100 tanuló vesz részt, aztán tartunk református hittanórát, illetve a hídgyülekezetének is van hittanórája az intézményünkben. Tehát akkor gyakorlatilag most kettő üres állás helyük van, amire esetleg keresnek és várják a jelentkezéseket. Így van, gazdasági vezetőt is keresünk még. A napokban fog megjelenni az álláshirdetés a médiában. Milyen telephelyeken működik az iskola? Tulajdonképpen felállt a régi rend, a régi Györfinek a két épületében folynak a tanítási órák. A Kossuth tér 4 szám alatt, ez az alsó tagozatnak az iskola épülete, illetve a József Attila út 1 szám alatt, ahol tanul néhány alsó tagozatos osztályunk, illetve a felső tagozatos osztályok, és itt van az iskolának a székhelye is. Feladatellátási helyként szerepel még számunkra a Városudvar 1 épülete, ahol az alsó tagozatosoknak a testnevelés óráit tartjuk, illetve a városi sportcsarnok a Kálvin utca 6 szám alatt, ahol pedig a testnevelés órákat tartjuk, béreljük a városi sportcsarnoktól a két teremrészt. Tárgyi feltételeik javultak-e azzal, hogy egyházi fenntartásba került az iskola, illetve a jövőben várható-e hasonló? Nagyon kevés idő telt még el azóta, hiszen a mi életünkben óriási változás, de ha ezt időben mérjük, akkor ez tulajdonképpen 5 hónap, ami eltelt. Természetesen amire szükség van, mert elhasználódott, arra minden további nélkül megvan a fedezet, és azokat már le is cseréltük, ki is cseréltük. Egy korábbi pályázat eredményeképpen új interaktív táblák kerültek felhelyezésre a tantermekben, néhány tanteremben, mert természetesen nem mindenhol. De az Egri főegyházmegye mindenre biztosítja az anyagi keretet, amire szüksége van. Felújításokra már eddig is a lapostetőt kellett például megjavítatni, aztán az ivókutakat kellett felújítatnunk, csapokat, és ami egy ilyen nagy intézményben mindennapos dolog, arra megvan a keret. Természetesen újabb felújítások is várhatók, aminek az árajánlatait gyűjtjük éppen a napokban. Mire készülnek? A kisiskolában a padozatot, tehát a parkettát kell csiszoltatnunk, lakkoztatnunk. Néhány tanteremben a linoleumot kell kicseréltetnünk. Aztán a gyerekeknek a kézmosó helyekre hideg-melegvizes kézmosót, illetve a mellékhelyiségekben van még szándékunk néhány újítást elvégezni.
Amíg a központi iskolához, a Karcagi Általános Iskolához tartoztak, úgy addig volt az iskolának több tagintézménye. Mindig elmondták, hogy próbálnak együtt dolgozni, programokat összeszervezik. Gondolom, hogy önöknél most, hogy már ugye egyházi iskola, nem a Karcagi iskolának egy tagintézménye. Kerültek-e esetleg ki programok, jöttek-e be új programok a programnaptárukban, hogyan zajlik ez önöknél? A régió kapcsolatot, tehát a fő programokat megtartották-e? A fő programokat megtartottuk, így van, újakkal az egyházi eseményekkel, hiszen igen gazdag az iskolának a hitélete, amiben nagy segítségünkre van az iskola lelkészünk, a Gulyás Zsolt plébános úr, érseki tanácsos. Ő mindenben segít bennünket, nagyon szívügyén viseli az iskolának a dolgait, és az ő segítségével szervezzük a hitéleti programjainkat. Ezekkel bővült és szaporodott a rendezvényeinknek a száma, de természetesen a régiek is megmaradtak, új tartalommal töltődtek meg, és hogyha a kapcsolatokat kérdezte az előbb, akkor erre azt tudom válaszolni, hogy a régió kapcsolatot azt tovább ápoljuk, és mindenben igyekszünk együttműködni a korábbi partnereinkkel. Most éppen készülnek egy régi hagyományos rendezvényre, ez a Györfi Napok rendezvény sorozata lesz. Hova vezethető ez vissza? Egy picit tekintsünk a múltba. Én itt először az iskolának a nevét szeretném, hiszen Györfi István nevét 1962 óta viseli a mi iskolánk. A Györfi Napok pedig a 80-as években kezdődtek. Ilyen Györfi nappá, mint amilyen, tehát ilyen rendezvény sorozattá, mint amilyen a következő héten is elkezdődik, 1994-től zajlik. Nagyon érdekes kérdés volt akkor, amikor az iskola szerveződött és katolikus iskolává készült válni, hogy mi lesz a nevével. Ez a gyerekek részéről, szülők részéről, pedagógusok részéről, de talán a város részéről is egy érdekes és izgalmas kérdés volt. Először az Egri Főegyházmegyével egyeztettünk. Az Egri Főegyházmegye engedélyét adta, áldását adta arra, hogy ez az iskola továbbra is viselje Györfi István nevét. Én megkerestem a még élő hozzátartozókat. Először Granasztói Péterhez fordultam, akivel személyes ismerettségem is van. Ő a Néprajzi Múzeumnak a főosztályvezetője, és Györfi Istvánnak a dédunokája, tehát a nyomdokaiba is lépett. Az ő segítségével sikerült megtalálnom a még közvetlen közeli hozzátartozókat. Mindegyikükhez levélben fordultam, hogy mi a véleményük, és hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az iskola továbbra is viselje Györfi Istvánnak a nevét. És nagy örömömre szolgált, hogy mindnyájan reagáltak a megkeresésemre, és mindnyájan biztosítottak arról, hogy nyugodtan viselheti az iskola továbbra is Györfi Istvánnak a nevét, és sőt, örömüket és elismerésüket fejezték ki, hogy ez az iskola, ez a város továbbra is ragaszkodik Györfi Istvánnak a nevéhez. Mikor kezdődik a rendezvény sorozatuk, és milyen programokat foglal magába, hogyan válogatták ezeket össze, ez is évek óta hagyomány, hogy ilyen sorrendben és ilyen programok következnek? Igen, a nagyobb része a rendezvény sorozatnak hagyomány. Ebben az évben egy újjal is kibővült, illetve új tartalommal töltődött meg. A jövő héten, 12-én kezdődnek a Györfi Napok, illetve az iskolában már 11-én, hiszen február 11-e Györfi István születésnapja, ekkor egy házi ünnepség keretén belül ismerkedünk meg a 132 éves születésének az évfordulójáról. A nagy rendezvény sorozat az pénteken kezdődik, délelőtt a angol térségi versenyre kerül sor, ide a térségünkből várunk tanulókat, körülbelül 30 tanuló érkezik majd és méretteti össze a tudását 7 iskolából. A települések, ahonnan érkeznek, Törökszent Miklós, Tiszafüred, Berekfürdő és innen a helyi iskolákból. Két fordulója van ennek a versenynek, az egyik az egy írásbeli forduló, tehát egy tesztet töltenek ki a gyerekek, amíg ezeknek a teszteknek az értékelése zajlik, addig pedig különböző témákban egy két-három tagú zsűri előtt szerepelnek a gyerekek, kérdésekre válaszolnak, illetve beszélgetnek erről a témáról. Érdekessége ennek a rendezvénynek az, hogy 1998 óta zajlik, egyre nagyobb az érdeklődés iránta, sőt, ebben az évben
az egyik iskolának egy olyan kérése is volt, hogy az autista kis tanulójukat is mérettessék meg. Ismerve az autista gyerekeknek a természetét, mi erre is lehetőséget adunk, természetesen minden körülményt biztosítva a számára. Délután, ugyanennek a napnak a délutánján a másik nagy rendezvénye a Györfi Napoknak, a Györfi Néptáncgála, amely 17. alkalommal kerül megrendezésre. Ennek az elindítója, illetve az egész Györfi Napoknak az elindítója az iskolának a nyugdíjas igazgatója, Pánti Ildikó volt, aki továbbra is szívügyének tekinti az iskola dolgát, és igyekszik bennünket segíteni. Ő köszönti majd ezen a napon a Néptáncgálának a résztvevőit, aztán pedig minden osztály bemutatkozik a színpadon. Gondolom, tehát lelkesen, szorgalmasan készülnek így van, a diákok. Hetek óta Oroszné Millinghofer itt a kolléganőm irányításával. Érdekessége ennek a gálának, hogy most minden osztályunk szerepelni fog a színpadon, hiszen ez az az év, amikortól kezdve minden osztályban tanulhatják a gyerekek a néptáncot. Nem csak a néptáncot tanulják meg, hanem ezeken az órákon, a mozgásformákon kívül még nagyon sok néprajzi ismerettel is megismerkednek, hiszen erre a névadónk is kötelez bennünket, hogy a hagyományokat őrizzük, illetve megismerjük ezeket a néprajzi szokásokat, amelyek a mi kis, illetve nagyobb országunkra jellemző. A néptáncgála után a hétfői napon kerül sor a Györfi Galériának a megnyitójára. A Hozzunk létre Györfi Galériát, ez Györfi István után, amikor ő meghirdette, hogy múzeumot hozzanak létre Karcagon, indítottuk el tavaly, ez egy rajzpályázat, a gyerekek rajzokkal készülnek. A témája egyházi lett ebben az évben, egyházi épületeket rajzoltak a gyerekek, illetve egyházi személyiségeket, vagy az egyháznak a jeles napjait. Ez iskolán belül hirdettük meg, alsó és felső tagozatos tanulóink számára. Nagy volt az érdeklődés, körülbelül 40 pályamunka érkezett, amelyeknek az értékelése folyamatban van. Ezt szeretnénk kiállítani az iskola aulájában, és ennek a megnyitójára kerül sor hétfőn délután. Kedden nyílt órával kezdjük a napot. A felső tagozatos tanulók számára tartunk nyílt órákat, a szülők részvételére számítunk, a szülőknek hirdettük meg ezeket a nyílt órákat. Lehet látni angol órát, természetismeret órát, matematika órát, történelem órát, mindenkit szeretettel várunk. A szülők betekintenek, úgymond? Így van, igen, és érdeklődők is, hiszen tulajdonképpen itt van az az alkalom, amikor láthatják, hogy a saját gyermekeik abban a közösségben, ahová járnak, illetve az a pedagógus, aki tanítja őket, hogyan tudnak együtt dolgozni. Délután pedig ezen a napon az olvasó, városi olvasóversenyre kerül sor, ez az alsó tagozatos gyerekek részére, városi olvasóverseny ez évek óta zajlik, nagy lelkesedéssel készülnek a gyerekek hetek óta a pedagógusaikkal együtt. Öt iskola tanulói mérettetik meg tudásukat, második, harmadik, illetve negyedik évfolyamon. Két részből áll ez a verseny, az egyik része egy szövegértés, a másik része pedig hangos olvasás. Tudjuk azt, hogy nem kis dolog, különösen ilyen kisgyerekektől kiülni oda, és akkor egy háromtagú zsűri előtt gyakorolhatják néhány percet előtte a szöveget, de hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagy elismerés azoknak a gyerekeknek, akik ezt bevállalják. A következő napon is nyílt órákkal kezdődik a nap, ekkor az alsó tagozatos gyerekek szülei számára szerveztük meg a nyílt órákat, minden osztályunkban lesz nyílt óra, ide is nagyon sok szülő jelentkezett már be. A következő napon, csütörtökön, a helytörténeti pályázatok értékelésére kerül sor. Ebben az évben, mint ahogy említettem, új tartalommal töltöttük meg, hiszen az egyháztörténet, vallástörténet a téma. Egyházi épületeknek a történetét lehetett leírni a gyerekeknek, illetve jeles egyházi személyiségekről lehetett írni, valamint az egyháznak a jeles ünnepeit választották a gyerekek. Három iskolából 20 pályamunka érkezett, ezeknek az értékelése is folyamatban van, és ezeknek a kihirdetésére kerül majd sor csütörtökön, szerdán délután. A Györfi Napoknak a záró rendezvényére február 18-án csütörtökön kerül sor.
úgy gondoltuk, hogy egy kis mozgással fogjuk levezetni az egész hetes felgyülemlett stresszt. Kun László kollégám vezetésével kerül sor a felső tagozatos gyerekek számára a Mozdulj Györfi sportvetélkedőnek a megrendezésére. Ennek a lényege, hogy a gyerekek ingafutásban versenyeznek egymással, tehát az osztályok tanulói futnak időre és teljesítményre, és itt keressük majd a bajnokokat fiúk, lányok között és osztályok között. Érdekessége ennek a sportvetélkedőnek, hogy a gyerekek most indították el a versenyt a pedagógusoknak a megnyerésére is, hiszen ha egy-egy pedagógus is bekapcsolódik az osztály mellett ebbe a futásba, az ő teljesítménye duplának számít. És amikor vége lesz ennek a programnak, ennek a programsorozatnak, akkor tulajdonképpen még nem lesz vége, hiszen áprilisban folytatódik. Még igen, lesz egy nagy rendezvény. Igen. Mi lesz ez? Ez egy változás tulajdonképpen a Györfi Napok történetében, mert mi követjük az egyháznak a ünnepi előírásokat, szokásokat. Így van, szokásait, és tudjuk azt, hogy a jövő héten elkezdődik a nagybőjtnek az időszaka, és a Györfi Színtársulatnak több időre van szüksége ahhoz, hogy a műsorral felkészüljön, és így a farsang időszakban nem kerülhetett sor a Györfi bálra, ezért tettük a nagybőjt utáni időszakra, április 9-én kerül megrendezésre, ahová nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Lehet-e tudni, hogy mit ad most elő a Györfi Színtársulat, vagy ismét titok? Ez titok, ez nagy titok övezi mindig, és majd csak a főpróbán derül ki az, hogy miről is szól majd ez a műsor. Kíváncsiak vagyunk rá. Mire készülnek még ebben az évben, hogyha lezárul ez a rendezvénysorozat, milyen programokat terveznek még szervezni? Természetesen bő még a kínálat a programsorozatunkban. Én ebből az iskola kóstolónak a programjait szeretném kiemelni, hiszen fontos feladata az iskolának az elkövetkezendő időszakban a beiskolázás. Az iskola kóstoló programjait már az elmúlt fél évben elkezdtük, novemberben elindítottuk, és két hetente vannak a foglalkozások a leendő első osztályos tanulók számára. Öröm számunkra, hogy nagy az érdeklődés a foglalkozások iránt, és reméljük azt, hogy majd az iskolánk iránt is, amikor a beiskolázásra, beiratkozásra kerül a sor, akkor sok leendő elsős kis tanuló iratkozik majd be az iskolánkba. Hány első osztályt terveznek indítani? Két első osztályt tervezünk indítani, jelen pillanatban is két első osztályunk van, sőt minden évfolyamunkon két osztályunk van, és ezt szeretnénk, hogyha sikerülne. Tehát ez a legfontosabb, ez az iskolakóstoló programok, mi lesz még, mi várható? A hagyományos programjainkon kívül én még szeretném megemlíteni az egyházi programjainkat is. Március 19-én készülünk egy apák napjával, ez egy szombat délutáni ünnepség lenne a templomba, ahol egy osztály felkészül, és az apukákat, nagypapákat szeretnénk, keresztapukákat szeretnénk itt köszönteni apák napja alkalmából. Természetesen nem marad el az anyák napja sem, ezt is a templomban is szeretnénk megünnepelni, ahová nagy szeretettel várjuk majd ugyancsak a nagymamákat, anyukákat, keresztmamákat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk a programsorozat részleteit, ezekhez sok sikert, ezeknek a lebonyolításához sok sikert kívánunk, és további jó munkát. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.